Népszerű volt a kalózparti az Agora családi napján szombaton. Fiúk, lányok játszottak közösen, volt, aki kalózos pólóban jött az alkalomra. Az is kiderült, mit rejt a kincses láda. A nagyfiammal jöttünk ki, mert őt érdekli nagyon ez a kalózvilág, és most éppen az Inci-Finci foglalkoztatóval kalózosat játszik. Mivel a gyerekeim nagyon szeretik a szabadtéri játékokat, meg ez a kalózos már volt egyszer, és nagyon tetszett nekik, a víztoronyt is szeretjük, így gondoltam, eljövünk, meg ezeket a fajátékokat is nagyon szereti. A Picol az nagyon szereti a szemetes autót, ugye megnézni, meg majd jönnek ugye az állatosok, úgyhogy igazán úgy minden, mert három gyermekem van, minden korosztály megtalálja, amit tetszik meg. A játékos délutánon berendeztek egy játszóházat, ahol rengeteg érdekességet próbálhattak ki a gyerekek. A csodapörgetőnél például a tárcsák forgatásával optikai összemosódásokat, vizuális torzításokat lehetett varázsolni. A madár felismerőnél pedig 30 városi és kiskerti szárnyast lehetett összepárosítani a névtábláikkal. Lehetett arcfestést kérni, a Kressz Parkban gokártozhattak, kicsit odébb pedig kézműveskedhettek a gyerekek. A gyógynövényes asztalt kellemes illatfelhő lengte körül, többféle díszt készíthettek, kicsik és nagyok. Rendőr és mentőautót is meg lehetett nézni közelről, a Szombathelyi Büntetés Végrehajtási Intézet pedig rabszállító kocsit hozott, a gyerekek be is ülhettek. Sokan ismerkedtek a Fekete István Állatvédő Egyesület gazdira váró kiskutyáival. A négy lábúak sok-sok simogatást kaptak ezen a délutánon. Nekem eddig az tetszett a legjobban, mert szeretem a kutyákat, és a kutyák, meg a arcfestés. Az Agora a játékra fel, hűsítő délután a Víztorony árnyékában című rendezvényt az Érezd Szombathelyt programsorozat keretében szervezte meg. Tulajdonképpen egy hagyományozó programot teremtünk, hiszen amikor megnyílt a víztorony 2 évvel ezelőtt, akkor már hasonló, úgymond gyerekprogramot, szórakoztató programot, interaktív programot igyekeztünk ide varázsolni, és ma sincs másképp. Tulajdonképpen a színpadi program az szinte csak egy kísérő programként jelentkezik, inkább az a lényeg, hogy minél több apró és interaktív, és az anyával, apával, nagyszülővel együtt játszható program legyen. Az eső közbeszólt, félbe kellett szakítani a programot, de miután újra kisütött a nap, folytatódtak a foglalkozások a sátrak alatt és a víztoronyban. Az Agora jövő szombaton újabb családi délutánnal várja az érdeklődőket. 15 órától a Zöld Sziget című rendezvényen ismeretterjesztő játékok, ökotudatos szemléletű bemutatók, koncert és báb előadás szórakoztatja a résztvevőket a Csónakázó-tó szigeten.